Egy új CÖV klubot köszönthetünk, de nagyon különleges ez a klub. Bár ne kellene azt mondanom, hogy különleges. Egy kicsit különleges, meg kell mondanom, mert ugye hosszú évek teltek el, mire megkeresett bennünket a cigányság egyik vezetője, Farkas Félix, és azt mondta, hogy ők nagyon szeretnének egy CÖV klubot létrehozni. Én úgy gondolom, hogy ennek itt van az ideje, hiszen amikor arról beszélünk, hogy Európában a illegálisan bevándorlóknak az integrálása fantasztikus módon nem megy, sőt, mi több néha terrorcselekményekkel is párosul, akkor mi nekünk körül kell nézni magunk körül. És azt kell látni, hogy a magyarországi cigányság, a magyarországi romaság egy olyan alap lehet, amely minket tud erősíteni. Ha itt ez a klub, amelyik egyébként elitműhelynek is nevezi magát, és a benne lévő tagok szétáramlanak az országba, és megértetik a cigánysággal, hogy nekik feladatuk van Magyarországért, akkor azt gondolom, hogy nagyon helyes utoljánk. Ebbe próbálunk mi segíteni, hát hagyd mondjak két dolgot csak, mert nagyon izgalmas. Az egyik az, hogy akár most a Covid-járvány idején győzzék meg a társaikat, testvéreiket, hogy szükség van arra, hogy együtt védekezzünk, és vegyék fel az oltásokat, vagy ha kell, akkor ők mindig is a hazáért nagyon sokat dolgoztak. Ugye mindenki mondja, tudom, hogy elcsépett az egri csillagok és Sárközi, aki nagy kedvence volt a gyerekeknek. Tehát én azt is egy nagyon jó dolognak tartanám, hogyha akár egy jól képzett, fiatalokból álló cigány század a határon megmutatná, hogy védjük Magyarországot, együtt mi, magyarok és magyar cigányok. Persze, ezeknek az embereknek, akik most a klubot, mint aféle vezetőség megalapították, másféle feladataik is vannak. És ki más gondoskodhatna a cigányság felemeléséről, mint persze a kormányzati segítséggel a közülük való értelmiségiek. Hát ez pontosan így van, tehát ezt tudjuk a CÖF életéből is, hogy egy közösséget összetartani, egy közösségben tulajdonképpen egy olyan erőt képviselni, ahol egymás kezét fogjuk, ott a cigány értelmiség rendkívül sokat tehet. Tehát beszéljünk akár művészetről, vagy bármi olyasmiről, kisiparosságról, kézművességről, egyáltalán a hagyományaikról, amelyek feltupírozzák a magyar kultúrát, és a világban is nagy sikereket érnek el, hogyha ők akár a zenész társadalomban, vagy akár más iparág, vagy kereskedelemben, ahol a romaság nagyon jól tudja szolgálni az érdekeket, eredményeket tudnak elérni úgy, hogy ők is jól érezzék magukat, és ezt párosítsák az önkéntes munkával, és bővüljenek a közjó érdekében, akkor ez az értelmiségi klub és a CÖF együtt jót tesz a közjónak. Egy dolgot mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy mondjuk sokszor, hogy Magyarország egy keresztény ország, hát a vallásukat gyakorlott már jóval kevesebben vannak, de a cigányság körében nagyon-nagyon erős a hit. És a pasztoráció is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt is erősíteni kell, és a szegregáció ellenfele pontosan ez a gondolat, amit itt szerkesztő úr elmondott, hogy meg kell találni azokat a helyeket, ahol a társadalom egészének tudjuk közvetíteni, hogy milyen nagy szükség van ezekre az emberekre, akik ugyan a utolsó felmérésnél, jól emlékszem, 200 000-en vallották magukat cigánynak, de más felmérések azt mondják, hogy akár 700 000-en is lehetnek. Hát melyik nemzet engedheti meg magának, hogy a saját kisebbségét ne integrálja? Ez a feladatunk, persze ez két oldalú. Várjuk az ő segítségüket.